Itt szexárdon agyalok egy hordón, folyton új bőrében az ember méri, hogyha mindig máshol másképp akar élni. Az esemény házigazdája a Baka István Alapítvány elnöke Orbán György volt. Szív- és lélek simogató köszöntőket hallhattunk Zalán Tibortól, Kocsis Imre Antaltól, Elekes Eduárdnétől, Fazekas Istvántól és Dicső Zsolttól. Nagy meglepetés volt, egyszer csak megjelent a Facebookon, hogy ennyi és ennyi idősen engem, ugye 80 éves vagyok, köszöntenek a családom, amelyik igen széles, az ismerőseim, barátaim, stb., akik összefogtak nem ellenem, hanem értem meg velem. Ennyi idősen azért teljesen jól nem érezheti magát az ember, legfeljebb azért, hogy megérte ezt a kort, és hát az egy nagy eredmény, azt meg kell érni. Ezt még időben érdemes felfedezni, hogy minden nap ajándék, és úgy is kell viszonyulni hozzá. Tehát úgy kell ajándéknak venni, hogy a teremtés szépsége benne legyen, és aki él, a maga területén teremtsen is. Egyrészt a talentumot, másrészt az a talentum figyeljen oda, hogy ne csak talentum maradjon. Mert a talentum az ugye tehetség, a tehetség pedig anélkül, hogy valamit le is tegyen az asztalra, az ember anélkül semmit nem ér. Fedezzük föl azt, ami öröm a számunkra, és azt aztán meglovagolni rendesen. Itt futballistától teniszjátékos, vagy fazonköszörűsig mindenre gondolok, hogy az értelmet megtalálja az életben, ahhoz bizony ezeket a jó lovakat meg is kell húzni. Magától jött a dolog, mert hála Istennek olyan környezetben nőttem föl, ahol a könyv ott volt az éjjeli szekrényen. Ott volt Berzsenyi, meg a Bánkbán az éjjeli szekrényen. És akkor még, mint aki senki nem tud semmit ezekről a dolgokról, megkérdezi az édesapját, vagy aki éppen oda tette, és az elmondja neki. Így ért engem is ez az öröm, hogy a szüleimtől sokat tanulhattam. Nagyon sokat köszönhetek nekik. Mindenkinek a köszönetemet fejezhetem csak ki, hogy ezt a meglepetést szerezték nekem. Nem gondoltam volna, mert azért annyira jelentősnek nem tartom magamat, hogy, de úgy látszik, hogy mások meg másképp gondolják. Gatyáj 80 mester itt ül lélekkel, testtel, Józsi, nagyon jól festel. Gatyáj József költő ma éppen 80-at töltő zsebében vantól golyós. Eszünkbe máma az jut, minek kergessünk Nandut, mikor ha gatya 80. Váltsunk hát témát, ritmust, szenvedet és izmust, jön a komolyabb rész most. Gatyáj József mindenkinek, a barátjait Szekszárdon mindenkit ismerünk, nekem költőtársam, a folyóiratunknak, a Padnak csak nem 30 éve szerzője, és hát szép kerek 80. születésnap, és gondoltuk, hogy akkor meglepjük egy ilyen kis estével, délutánnal. Úgyhogy az apropója és a miértje így volt, Orbán Gyuri fogta össze a kis szétszólt csapatot, ahogy ez szokott lenni, és hát így összetrombitáltuk a barátokat, ismerősöket, és hát kiadtuk a megjelent a könyve. Ezt a Józsi akarta kiadni a kerek évfordulóra, ugye 80. születésnapja. Ez egy olyan kötet, hogy egy része új versek, egy része pedig a régebbi, gondolom az általa nagyon szeretett versek.
És akkor mi meggondoltuk, hogy akkor összedobjuk rá a pénzt. Mert ő a saját pénzéből gondolta, hogy akkor most ezt kiadja, nem vár ő kiadóra semmire. És akkor mi meg ezt, és Jankovics Zoltán barátunk, aki nyomdai ötletek kinyomta, és akkor hát majd most fogja megkapni. Még ő se látta, nem tudja. Tehát azt tudja, hogy készül meg, de nem. Nem. Tehát, ezt, tehát ő nem látta még. Ezt tudja, hogy készül, de nem tudja, hogy milyen lett, hogy lesz, mint lesz, semmit nem tud. Gyönyörű lett, nagyon jó kötet, nagyon jó. A Józsi egyik legjobb kötete. Kocsis Imre Antal, mint Szekszárd volt polgármestere, volt, amikor a Józsi képviselő volt, akkor a Tóni volt a polgármester. A Mini, akkor ő volt a könyvtár igazgatója. Mindenki csak úgy ismeri Mini, úgy is mondom. Ő fogja köszönteni Zalán Tibor, babérkoszorús, nem tudom én, mindenféle díjas költő barátunk. Ő is köszönti, és én a PAD folyóirat, meg hát a PAD Egyesületnek is alapító tagja a Józsi nevébe, és Komjáti Tamás barátomék, a komjátiak fognak megzenésített gacsai verseket előadni. Ez lesz a várható program. Aztán, hogy mi lesz még? Hát a vége az természetesen, hogy a Fazekas István, a kiadó vezetője ünnepélyesen átadja a kötetet, és innentől útjára indul a gyönyör. Orbán Gyuri azzal a furcsa kéréssel fordult hozzám, hogy beszélnék-e Gacsesről, mint helyi politikusról. Hát azt hiszem, ennél nehezebb témát nem adott, mert Gacsesz minden volt, csak helyi politikus nem, mint ahogy én sem voltam helyi politikus. Egy filosz ült bent a testületben, és úgy viselkedett, ahogy egy nagyon kultúrált filosznak viselkednie kell egy ilyen testületben, ami mindenről dönt, mindenről határoz, ha kell, ha nem. Nyilván emlékeket el tudok mondani ebből az időből, de hát leginkább szeretnék egy Gacsai József verset elmondani. A hong harang. A ver kolong, ha kell gyökér a törzs halong, ma ő a ház, az otthonod. Oly ismerős a hangod ott, ha szúr a fény, ha hull homály, a jambusz éppen ott áll. Gacsai Jóska mindenféle tevékenységét nagyon szerettem és szeretem. Azt is, amikor egy-egy mészőidíjast interjúvol, és azt is, amit szerintem egész Szekszárd nem tud róla, hogy ma talán Magyarországon ő a legformagazdagabb és a formákat legtökéletesebben használó költő. Sajnos Szekszárd nem ismeri Gacsai Józsefet, mint költőt. Ma végre legyen egy olyan pillanat, amikor megismeri. Ő igazi formaművész. A költeményei, a versei igazi formaművészt rejtenek. Hát ne rejtse el, a közvélemény is ismerje meg. Él egy ember Szekszárdon 80 évig, és nagyon kevesen veszik észre, hogy mekkora ember él közöttük. Egy szál a színpadon, tontjának fény legyen, karján kutákoljon az égre, égre, a völgyát költözik, a tó a köt subát lassan.